Sziasztok, én Clash vagyok, köszöntök mindenkit egy újabb videóban. És igen, végre green screen, én is már nagyon régóta vártam erre. Ugyanis újra itthon vagyok, hiszen nem maradok sok egyből, és egyből megyek Hollandiába. Nem tudom, mikor lesz ez a videó feltöltve, de megyek Hollandiába, és mindegy, 6 napra és nagyon jó lesz és csinálok előre videókat és ez is most így történik meg viszont most már otthon vagyok végre és kicsit nagy a hajam de mindegy nem érdekel na lényeg az lenne hogy gondolom már láthatatok a videó címéből is hogy azt fogom bemutatni nektek hogy hogyan vegyetek fel videót iPadről iOS cuccról szóval nem Android hanem -ről. Először bemutatom a könnyebb módot, amit nem használok, viszont is könnyen meg és ingyenesen tudtok videót felvenni, és amit én használom, az kell egy fizetős program. Nos, a lényeg. Kell nekünk ez az m 4 ios Store, Uh, és, és a vágásért volt egy kis technikai probléma szóval ott tartottam, hogy kell nekünk ez a Mofor Store és itt van ez a kettő nagyjából ugyanazt tudó videófelvő program. Ezt az Mofor iOS store honnan tudjuk letölteni, ugye ez is egy alkalmazás. Szépen felmegyünk az internetre, beírjuk, hogy 4 iOS Nos, rányomunk az első linkre uh, iOS 7 kell hozzá, ugyanis uh, uh, ott tudunk iOS 7-től már letölteni ez a böngészőből mindenféle dolgokat. Lányunk arra get, itt még telepítés, igen. Most nekem már telepít van, most újra letelepíti, ez az. Uh, uh, jó, és akkor elül ki ide. Ez az, most valami történt, nem tett jót neki a újra telepítés. Lehet, hogy nem kellett volna újra telepíteni, amikor már le van töltve. Na, akkor újból. Szóval get, telepítés Jó, és akkor itt van Jó minden most nem fogom átmozgatni Emu ez. ezt Oké okay. Itt talán még valami cuccokat engedélyezni kell, de a lényeg, hogy itt vagyunk És akkor itt van egy csomó program, vicces dolgok vannak benne uh, Nekünk most a show kell uh, És itt mondja install, vagy a az iRack, bocsánat, ez a show, a másik az IREC és nem kell hozzá ugye Gb. És akkor ott vagyunk, hogy van nekünk ez a két program, nagyjából ugyanazt tudja, nem tudom, a showt jobban tetszik, mert lehet vele livestreamelni. Uh, hú, itt most be lehet jelentkezni. Jó, bejelentkezek Facebookkal. Legyen. Király. Jó, itt is vagyok. Uh, itt, itt van a Start Recording, igazából erre rányok és elindítja a felvételt, és utána majd vissza kell lépni a programba, és újra uh, ott le, le tudod állítani, és hogyha a berakott kell le levágod az elejét. És ugye itt van a My Recordings-ba, uh, itt most tudok uh, streamet is indítani, szóval itt van Start Recording. Uh, igen. Nos, majdnem a legfontosabb dolgot elfelejtettem, ugyanis ahhoz, hogy fel tudjuk venni ezt a dolgot, az általános, ö, ö, azt hiszem nemzet nem, ö, pillanat, korlátozat, nem, szóval mindegy az SSS-tartat be kell kapcsolni, amit fogalmam sincs, hogy hol van, ö, kisegítő lehetőségek, és. Uha. Ah, itt van, kisegítő lehetősége, Assessive Touch. Valamiért csak akkor lehet felvenni bizonyos játékokat, például a cocot, hogyha ez az Assessive Touch be van kapcsolva, ez most itt tudjuk mozgatni, berakjuk oda, aztán elhalványul, nyugodjatok meg, nem olyan idegesítő, mint láthatjátok most így elhalványul. Szóval a lényeg, hogy ezt be kell kapcsolni, be van kapcsolva, oké. Okay. Elindult a felvétel, ezt azért kell bekapcsolni, és hogyha nem hagyjuk bekapcsolva, akkor is fekete kép lesz, jó, most elindul a Ö, És akkor most ezt felveszi a kijelzőt. Most az én arcomat nem, csak a játékot veszi fel, ugyanis ezt most külön már csinálom. Itt vagyok, szépen begyűjtögetem a pénzem. Csinálok, amit akarok. Megnézzük egy támadást. Ö, talán Megnézem ezt a támadást, mert, mert miért ne. Igen, itt bemutathatom, hogy mennyire hülye az nem Nézzétek meg ugye sima le unión sereg, szokásos, semmi extra, goldra mentem, ugye ezen az oldalat 4 gold storage van, uh, igazándiból, ja, az az Inferno az épp csak túlélte, Amúgy nem épp csak, szóval itt álltam, és volt két storage, mondom, egyik rácsolok, másikra barra ranking, nézzétek, uh, itt egy milliónot leszett, leszettem vele épületeket, Átsóként lerakom, leszedi az átsőtávölt, Leszedi a, a buildersnettel, és elkezdi a falat lőni Nem, nincs ott az a gold storage Most berobbantottam a falakat Nem, nem, ő elment a másik irányba Mondom, kösz, a. jó Jó, és ott még elkezd ott a falat lőni Jó, aztán leraktam a barkingemet, de Azért fájt a fogalma arra maradék 80.000 uh, goldra Na mindegy, nem ez a videó témája, szóval itt tudtok felvenni videót És akkor visszajöttök, show, uh, stop És itt van recordings uh, Play köpni beletek. Ö, és igen, a fontos, hogy a hangot is felveszi, tehát a játék hangját nem tudja felvenni, hanem a mikrofonnal ha kihangosítjátok, úgy veszi fel, azt hiszem. Ö, igen, és a lényeg, hogy úgy tudjátok ezt felhasználni, hogy nyomva tartjátok, és itt van egy save to és elmenti a fotókhoz, és akkor onnan már tud e-mailben küldeni, meg importálni számítógépre. Ez az egyikféle mód. Ez tök egyszerű, ezzel bárki tud videót készíteni, aztán felrakja a gépre, megvágja, vagy vágatlanul fel, ö, feltölti. Ö, mi ez? Vagy vágatlanul feltölti, igen. Szóval, és amelyik mód, amit én használok, hogy itt van a green screen, itt van ez a, ez a cucli, meg a mögöttem, meg ugye a játék, és kicsit tök jól össze van rakva. Nos, ö, én egy élszerver nevű programot használok, nem sokára át fogok váltani gépre, csak megmutatnám az a telefonos részét. Ö, most, ha itt láthatja, felhozom, akkor... Most miért nem jelik meg itt az érszerver? Mindegy, a lényeg, hogyha megnyitom számítógépen a programot, mindjárt megmutatom. Uh, akkor itt megnyílik mellettem most. Uh, most becsukom az érszervert. Uh, mondjuk. Lehetem a WiFi-t. Hoppá, eltűnt. Igen. Uh, bekapcsolom a WiFi-t. Uh, itt most nem jelent meg. Igen, most ott két az érszerver. Uh, jó, most újra bekapcsolom. Igen, most kis ki kapcsolat az egész. Uh, igen, be van kapcsolva. Na, találd már meg. Oh, iPad. 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 Mi a franc van ezzel az iPad-del? Eddig működött. Nézzétek meg. Én most elkezdem videózni, azt egyből nem működik. hát Gratulálok. Na jó. Vágál. Most itt lennék, kérlek szépen, szóval úgy néz ki, a felhúzátok, akkor az airdrop mellett megjelenik ez a kis fül uh, airplay, és akkor ott van egy iPad, most itt van egy Apple TV-n be tudnék lépni, ha akarnék, itt van a PC-mnek a neve, és itt rányomtok erre egy tükrözés, ugye most eltüntettem, most ezt nem láthatjátok, most visszahoztam, és szépen megjelent. Uh, nos, oké, okay. megvan számítógépen a felvétel, mit tudunk vele csinálni? Na most átmegy a gépre, és megmutatom. Na no, szóval itt lennék a számítógépen és tök viccesen nézve itt eltakarom a Windows gombokat. Na, szóval a lényeg, most itt látszítok az egeremet, itt ez a program, ami itt van, ez itt az OBS nevű program, amiben igazából minden fontos lényegi dolog működik. Itt az AirServer, ER ugye ezt szépen rányomok. Igen, most bezárta. Jó, akkor most újraindítom. Itt most az iPad-emben megcsinom azt a műveletet, amit, amit csináltam, és akkor itt az iPad-em kijelzője, és akkor az OBS-ig igazándiból már csak annyit kell csinálnom, hogy ezzel én mindenféle jelenteket tudok hozzáadni. Uh, itt most nem tudom, most átváltottam, és így nem tudom. Szóval itt mindenféle jelenteket tudok hozzáadni, és akkor tudom változtatni, hogy hogy ide-oda rakom, Greenskint is bele Most nem sikerült annyira jól beállítanom, uh, mindegy, a lényeg az, hogy működik, és itt betom rakni uh, a lényeget. Ez az érszervel tudni kell, hogy fizetős. Azt hiszem 13 dollár, vagy valami ilyesmi, de bankárt csak kell hozzá, meg lehet venni. Van egy ingyenes verziója, amit, amit bitus használ, de megsúgom nektek. Nagyon szar, nagyon bágos. Na, uh, igen, tényleg nagyon szar és bágos. Uh, x, x hívják, viszont cserébe ingyenes. De hát mit értek azzal, ha ingyenes, ha kaki? Uh, szóval igen. Én így leszek fel videót, az első verziót ajánlom nektek, hogyha komolyabban akartok videózni, akkor azt ajánlom nektek, amit én használok. Uh, ugyanis tényleg ez egy elég profi módja annak, hogy videózzál, és akkor nem már azt csinálsz, amit akarsz, olyan kamerát raksz be, amit akarsz, igen, itt most megnézhetitek az asztalomat, mert, mert miért ne, itt van, itt vannak a betárolt videók, mindenféle hülyeség, uh, ja, nem, nem a Facebookot akartam megnyitni, úristen, meglátjátok a Facebookomat, Na, szóval igazából ennyi lett volna ez a videó, én nem húznám tovább és az remélem ö, nagyjából el tudtam mondani, hogy amit akartam. Köszönöm, hogy néztétek a videót, én ennyi lettem volna vára. Sziasztok!